Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi történik február hónapban a rák jegyénél? Ezt megtekintjük most ennél a kirakásnál. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást február hónapra. A díjam 3500 forint, ez e-mailen keresztül megrendelhető. Először is mondanék asztrológiailag hozzá valamit a rák jegyéhez, vagy ez érinti azokat is, akiknek rák aszcendentusa van. Mars bolygó az jelenti az életerőt. Hova kellene befektetni az erődet, de utal a férfiasságra is. Merkur bolygó jelenti a kommunikációt, a tetteket, esetleg szerződésekre is utalhat. És Szaturnusz bolygó az őrzi a kármikus témákat, kihat a sors útra, néha tanít bennünket. Tehát ezek a bolygók, Mars bolygó, Merkur bolygó és Szaturnusz bolygó besugározza a rák jegyét. Ez nem jelenti azt, hogy a rák jegyében vannak, hanem távolról küldenek energiát, és kihatnak a rák jegyére. Mars bolygónál meg lesz az életerő, vagy egy férfi, aki belép az életbe. Merkurnál lesznek kommunikációk, beszélgetések, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy valami változzon az élet utatokon, vagy kihat kármikus témákra. És most megnézzük ezt a jóslást. Ez a virág utal egy kellemes meglepetésre, vagy egy ajándékra. Itt ez a kígyó lehet egy nő, tehát előfordulhat az, hogy ez a hölgy megajándékoz téged. Ez vagy szívből jön, erre utal ez a kártya, de azért légy óvatos, hiszen ott van alatta a ravasz róka. Lehet, hogy úgy tesz, mintha szívből jönne, de ott van a hamisság a háttérben, és a könyvek utalnak a titkokra. Ez a nő valamit eltitkol előled. Lehet egy kolléganő is, hiszen itt van a horgony, összefüggésben áll a kígyóval, és ez a horgony utal a munkára, a munkahelyre, a hivatásra is. Amit ez a kígyó még jelképez itt a képen, a megújulások, ez kihat a szerelemre, a párkapcsolatra, és ez a virág utalhat a te nőiességedre, a szépségedre is, de itt van a ravasz róka és a könyvek, valaki eltitkol előled valamit. A lelki társad itt van melletted, ez nagyon jó ennél a kivetésnél, hiszen szemben álltok egymással, ő odafigyel rád, itt van a közelség, a bizalom, és ez a horgony azt is jelentheti, hogy itt le tudtok horgonyozni ebben a szerelemben. De itt a háttérben van ez a nő, aki figyelget titeket. A képek a férfi feje fölött utalnak az ő gondolataira, és ő tisztában van azzal, hogy ez a nő hamis és hazudozik. A te fejed fölött, ha te egy hölgy vagy, itt a horgony és a szív látható, és az azt jelenti, te le akarsz horgonyozni ebben a párkapcsolatban, vagy szeretnéd a hivatásodat élni. De légy zárkózott és titokzatos, erre utalnak a könyvek, ne mondd el a terveidet, azt sem, hogy mit akarsz itt kiépíteni a tudásodat, hiszen ez a kígyó, ez a nő figyelget téged hamis veled szemben. Ami az otthonotokat illeti, és erre utal ez a ház, vannak vagy voltak itt nehézségek, a családban is, de ti elkerülitek ezeket a problémákat. Hamarosan várható itt valami, hiszen a hold arra is utal, amit megkapsz, de kihat az érzelmi világotokra is, és ez összeköt benneteket. A hold jelenti a vágyakat, az álmokat, a reményeket, és itt kitisztul valami, folyamodnak az események, amit ez a virág még jelent, ez a testi kapcsolat köztetek. És a medve jelenti akkor az élet erőt, és a nap a kisugárzásotokat, ezt a vonzalmat kettőtök között. Mondhatom azt is, hogy van köztetek egy kármikus kapcsolat, hiszen ő a te lelki társad, ezt jelenti ez a kereszt. Hiszen ez a kapcsolat, ez a találkozás nem volt véletlen, a sors utatok itt kereszteződött ugyanúgy, ahogy ez a szerelem a csillagképekben meg van írva. És ez a két gyűrű azt jelenti, ti összetartoztok, sőt, azt is jelentheti, hogy lesz itt egy házasság kettőtök között. Itt elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, ahol elgondolkozz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Különösen, ami a munkát és a hivatást illeti, hiszen ez a horgony ezt jelképezi. De kihat a párkapcsolatra is, hiszen ez a szív szintén összefüggésben áll a kereszte, és itt kisüt a nap. Jelenleg még valami átláthatatlan, erre utal itt ez a felhő, de nyár folyamáig rendeződik itt valami. Februárban még itt vannak a kövek az élet utadon, az jelentheti a nehézségeket vagy a félelmeket is, de ez lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezt az élet szakaszt, nem csak a koporsó segít ebben, hanem az egerek is. Kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Az egerek eltávolítják itt a köveket, tehát itt lesz egy változás, és javulnak a dolgok. Itt tisztázódik valami, több lesz itt a könnyűség, tudtok egymással beszélni, és ez a felhő és a kövek, a nehézségek, vagy valami, ami átláthatatlan volt, itt ez a sarló ezt elvágja, eltávolítja. És lesznek itt újdonságok, hiszen a gyermekek erre utalnak, és lesz egy jó hír, vagy egy szerződés. Itt anyagi dolgokról lehet szó, hiszen a halak utalnak a pénzügyi dolgokra. És a hajó jelenti azt, hogy itt megvan a remény javítani valamit az anyagi helyzeten, vagy pénz jön külföldről. Amit ez a hajó még jelenthet, egy belső út, egy spirituális terület, ez lehet a te hivatásod, és itt jó anyagi dolgok vannak, ha ezt az utat, ezt a hivatást választod, itt vannak a szerződések. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, vedd kezedbe ezt a kulcsot, ami azt jelenti, légy magabiztos. Ezzel a kulccsal kinyílik ez a kapu, és ez kihat az anyagiakra, tehát pénz jön a házhoz. Lesznek itt változások, erre utal ez a kártya, ami a múltban téged megbántott, hiszen valaki megbántott téged, és itt voltak a nehézségek, ez a torony jelenti azt, ami téged fogva tartott, ez most elmúlik, hiszen itt ez a kártya jelenti ezt a változást. Szerencséd lesz ezzel. Légy magabiztos, itt előre mennek a dolgok. Ez a kártya jelenthet egy férfit is, aki segít neked anyagilag. Vagy szimbolizálja a mozgást, a sportot, vagy autót, és itt is pénzről van szó. Vagy eladod az autódat, vagy veszel egy új autót. Amit ez a torony még itt jelenthet, hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, itt lehet egy örökösödési ügy is, vagy itt voltak nehézségek, problémák, minden olyan átláthatatlan volt, de ez elmúlik. Az egerek eltávolítják, itt van a torony mellett ez a fa, itt megtalálod a helyedet, a biztonság érzetét, itt van egy gyógyító erő, és itt vannak a lehetőségek, itt kinyílik számodra egy új kapu, ez eltarthat ugyan tavaszig, de számíthatsz arra, hogy itt lesznek változások. Itt megvan a kellemes meglepetés, a jó ízlés, a szépség, légy óvatos ezzel a hölgyel, a szerelemben, a munkában szerencséd lesz, itt lesznek változások, kapcsolatok, ez a férfi ott van melletted, a jövőben kivirágzik itt valami, lesznek még gondok a családban, valószínű az ő családjában, de ez is megoldható, itt tisztázódik valami, megvan az életerő, a kisugárzás, és ami itt nehéz volt, ezeknél a hivatalos dolgoknál ez véget ér, hiszen a kassa ezt eltávolítja, az egerek segítenek ebben, itt a remény, egy új kezdet, egy jó hír, különösen, ami az anyagiakat illeti. És ez volt a havi jóslás a rák jegyénél, és én kívánok egy szép napot, és egy szép február hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!